Sziasztok! Nyári összehasonlító tesztünknek köszönhetően számos megkeresést kaptunk a Mimosa b kipróbálására. Ezzel a konnektorizált bridge jellemzően 10-20 km-es távolságokat próbálnak meg a szolgáltatók áthidalni. Az esetek többségében elmondható, hogy már meglévő antennákra próbálják meg felszerelni a Mimosa B5C-t, amelyek a korábbi jellemzően 802.11n-es rendszerekkel ugyan megfelelően működtek, azonban az új 802.11ac szabványú berendezésekkel nem mindig nyújtják azt a színvonalat, amire szükség lenne, és ez elégedetlenséghez vezet. Cégünk már több ilyen esetet oldott meg sikeresen, ezek közül szeretnénk most kiemelni egyet, ami a közelmúltban történt meg. Történetünk főszereplője egy 21 km szakasz, ami kalocsa és hajós között biztosítja az összeköttetést. A kalocsai oldal meglehetősen magasan egy siló tetején található, azonban a hajósi oldal az egy alacsony borospince tetején került kiépítésre. A rálátás így is közel 100%-os, azonban az ajszint az mínusz 80 decibel, vagyis meglehetősen magas volt. Az eredetileg szolgálatot teljesítő antennák nem tűntek rossznak két darab 34 decibeles rokedésről beszélünk, amelyek mínusz 55 decibeles jelszintet produkáltak. Ennek ellenére gyenge és sokszor ingadozó teljesítményt kaptunk, az eszközök 130 per 390 megabit per szekundumos kapcsolati szinten álltak össze. Távoli belépés és konfiguráció után arra lettünk figyelmesek, hogy a jelzaj viszony 7 és 14 decibel között ingadozott, ami lehetetlenné tette a magasabb modulációs szintek használatát. Egy megoldás maradt csak, le kellett cserélnünk az antennát. Erre a feladatra a Jirous 32 decibeles precíziós beállító szerkezettel ellátott parabola antennáját szemeltük ki. Az antenna a mérete ellenére meglehetősen könnyű, gyorsan telepíthető, és a beállító szerkezetnek köszönhetően halálpontosan irányba tudjuk állítani. A finom beállítások során a Jirous antennával mínusz 52-es jelszintet értünk el, és a jelzaj viszonyunk 21 és 28 decibel között alakult. A mimoza linkek képesek voltak a maximális modulációs szinten működni. Ügyfelünk kérésére elvégeztünk egy sávszélességtesztet a beépített szoftver segítségével, ami 763 per 834 megabit per szekundumos sávszélességet mutatott ki. Ezek alapján kijelenthető, hogy árérték arányban a Mimosa B5C a legjobb választás alternatív szolgáltatói célokra, azonban a megfelelő antenna és telepítés is szükséges a kívánt eredmények eléréséhez. Amennyiben kiszeretnétek próbálni, hogy mit tud a Mimosa B5C és Hero 20 páros, úgy forduljatok hozzánk, bizalom. Igény esetén akár telepítjük is az eszközt, ennek költségeiről keressétek meg kollégáinkat. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!